Mivel teszek jót a kutyámnak, ha ivartanítatom, vagy ha nem? Hát a kutyával, hogy az ő pszichéjével kapcsolatosan ez milyen változásokat hoz létre, ez, ez egy, ez egy tárgya és nem is egyszerű erre válaszolni. Itt az első kérdés is tulajdonképpen erre vonatkozott, hogy a, a, a kutya teljes életet élhet-e ivartanított állapotban, vagy nem. Ez is nagyjából körülbelül ezt, ezt fedi le a kutyának mivel teszek jót, ha ivartatjuk, akkor ennek nagyon minimálisan bár lehetnek szövődményei, magának a műtétnek, hiszen az egy műtéti beavatkozás, annak is lehetnek szövődményei, mondjuk fertőzés, ilyesmi, nagyon minimális százalékban, vagy ezrelékben. A késői szövődményei, ahogy említettem, lehet az inkontinencia, vagy esetleg, ha benmaradt a méh, akkor a hogy visszahagytuk a méhet az ivartanítás során, akkor egy genyes mélyuladás. Tehát ilyen szempontból ezek az érvek szólnak az ivartanítás ellen, viszont a, az minden alkalommal a szukánál az elzárás, a különböző tiltások, az odafigyelés, a, a, hogy ne párosodjon, ez is a mérleg serpenyőjében egy elég erős érv. A kankutyáknál pedig az elvándorlás, a. a környéken tüzelő szukák fölkeresése, néha napokra való elcsatangolás, ilyenkor aztán hát akár autóbaleset akár más kutyákkal való küzdelem nyomait viseli magán, amikor hazajön, ha hazajön. Tehát ennek is van egyfajta érvrendszere, amely az ivartanítás mellett szól. Kiki ezt el kell döntse, itt nincsenek, egyértelmű, biztos válaszok az ivartanítás mellett vagy ellen. Itt igazából a gazdi hozzáállása és a gazdinak az érvrendszere az, amely hát ezt a kérdést meg fogja majd oldani, és ezt a kérdést el fogja dönteni.